Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és el vagytok bágyadva, álljatok fel. Komolyan mondtam, persze. Ja. Először megtapsoljuk magunkat, jó? Úgy erősen! Most, amit csináltunk, azt szedjük ide szemünk elé. Úgy próbáljuk megérezni, hogy belül szemünknek mit csináltunk a kezünkkel. Húzzuk fölfele, fejünk tetejét felé. Hátul nem hallani, gyerekek, tele belőle. És a tarkunknál leveszünk. Jó? Most egy kicsit megütögetjük a combjainkat. Jó? Megtikuláljuk a fülünket. Úgy. Fölül. Alul. Felül. Alul. Jó. Most ugye a hölgyek vagytok, nem fogjuk a frizurákat szétszedni, de aki megmeri tenni, és van hozzá elég haja, kicsit húzigálja meg itt a fejtetőjén a lajből. Én is nagy bajban vagyok. Jó. Oké. Okay. Jó. És akkor most mutassuk meg, hogy mi van akkor, amikor nem kapjuk meg, amit meg kéne kapnunk. Ezt sokszor csak fejbe csináljuk meg, de igazából most éljük meg azt a toporzékolást, amikor kiadjuk magunkból az agresszivitást, hogy gyere! Kismamákat nem kell! Kismamáknak nem kell korai szülés, nem tudunk itt bevállalni. Jó, már is jobb a hangulat, és minden, még egy ilyet, ha csinálsz magadnak, akkor minden olyan entitást, ami egyébként olyan gondolati úton a fejedre tudott települni, azt így el tudod dobni magadtól. Csak legyél benne tudatában, hogy léteznek ilyenek, így már is el tudtad engedni. Foglaljatok helyet, és kezdünk. Tehát a nagy kérdés, hogy hogyan születik a homo happy, vagy boldog ember, aki képes ítélkezések nélkül létezni. Tegye fel a kezét az, aki már meg tudja állni azt, hogy minden pillanatban, mikor meglátja a másik ruháját, cipőjét, férjét, feleségét, kollégáját, hogy nem mond valami ítéletet magában arról a dologról. Gondoltam, hogy egy kéz sem lesz fönn, mert na persze, nem. Imádom az ilyen eminenseket, de sajnálatos módon hosszú-hosszú évek kellenek ahhoz, hogy ez be tudjon következni. És tulajdonképpen, amikor elkezdesz azon gondolkodni, hogy mi a fene különbség van egy fekete bőrű, vagy most barna bőrű, néger, sárga, zsidó, cigány, magyar, ukrán, orosz ember között. Igazából ugyanaz a hardware, ugyanaz a felépítés, ugyanaz a genetikai alkat. Jó, most lehet itt izomfelépítésről, stb. Beszélni, de alapvetően mindenkiben ugyanaz a gyönyörű vörös vér folyik, ugyanolyan érzései lehetnek, és mégis mit tesz közöttünk különbséget? Akármennyire hihetetlen, az ítéleteink tesznek köztünk különbséget. És hogy jönnek létre az ítéletek minden pillanatban? Most kérdezz meg, amikor egy muszlinnal leülnél beszélgetni, nekem véletlenül van egy muszlim vejem, aki megtámadott múltkor, hogy hát miért esztek ti disznóhúst? Hát mondom, drága barátom, itt voltatok 150 évig, aztán minden állatot elvittetek, csak a disznót hagytátok ott. Éhen halni nem akartunk, megettük. Hát ez még neki nem volt elég, de hát ez még lehetett volna, meg mondom, ti azért nem ehettek disznóhúst, mert ha 40 fokban reggel levágjátok azt a szegény állatot, akkor délre már beköpi a légy, és megbüdösödik a hús, és ezért inkább a vallásotokból kiirtották, mint tisztátalan állatot. Hát ez egy hülyeség. Hát, jó, mondom, most már földegesítettél, megmondom az igazat. Most jött az én ítéletem, ugye idáig csak ő ítélkezett felőlem. Mondom, az a baj a disznóval, hogy a kecske meg a szamár kicsit feljebb tartja a fenekét, a disznóhoz meg nagyon le kell hajolnotok. Na most, ez ugye nagyon durva ez így, ez a dolog így elmondva, de gondoljátok végig, amikor egy indiaival, egy hindúval, egy hindivel a tehénről akarsz beszélgetni, hogy milyen jó egy marhaszték, beszélj el vele, igaz? És akkor
anachronizmus, mi a világ legnagyobb, vagy melyik ország világ legnagyobb húsexportőre? Szeretnék kérdezni. Argentína? Nem, nem. India. India. Ugye? Ahol a szent állatot soha meg nem eszik, de ők fogják és exportálják, és akkor már nem számít a tejnek. Szóval látjuk, és én is mennyit ebbe a két mondatba, mennyi ítéletet mondtam a saját jó ismerősömről, az indiairól, igaz? És mind múlik ez az egész ítéletrendszer. Az ítéletrendszereink egyrészt hozottak, mert az előző életekből DNS szinten, ha már egyszer kialakul valamiről egy olyan úgynevezett kognitív, mondjuk nem tudom mi az, hogy óriási hajó, mert sose láttam még, igaz? Tehát Kolumbusz Kristóf megjelenik a Amerikában, ott állnak a benszülöttek, nézik, de lövésük nincs, hogy mi az az ember abban érdekes kalapban, meg lóbálott valami fadarabot, meg nincsen felfogó képességed a dologról. Tehát amiről nincsen beégetett gondolatod, arról nem is tudsz ítéletet mondani. És akkor jön valami tapasztalás, például elkezdik neked elmondani a védákat. A védákat ugye először nem leírták, hanem szavak útján rögzítették és adták át egymásnak. Ráadásul nem is meséltek, nem úgy, mint én, hanem képzeljétek el, folyamatosan énekelték, kántálták a dolgokat. A kántálás útján viszont tökéletesen lehet azokat a vízstruktúrákat, ami az agysejtjeink közelébe van, információval ellátni. És minél többször hallod meg ezt, annál stabilabb dolgaink lesznek. És akkor most mondjuk óvodába, nagyot ugrunk, utálom a tejbegrízt. Igaz? De nincs mit tenned, na, meg drága Lilike, és már is telefonálgat. Lilikéről azt kell tudnotok, hogy VNTV tábor megjelenik. Ide figyelj, te Jakab István! Nem tudtam veled egész évben beszélgetni, eljöttem ide a táborba. De most eljön ide a VNTV, kombucsa napra, és most is van halaszhatatlan fontos telefonja van, amivel meg se tudom szakítani az előadásomat. De hát így szeretjük. Na, menjünk tovább egy kicsit, a tejbegríznél tartottunk. Lili is utálja a tejbegrízt egyébként, el kell árulnom. Nagyon sok bajunk volt az étkeztetésével, de ő volt a legaranyosabb 88 éves kedves vendégünk, akit nagy szeretettel tapsal köszönjük, Lili, mert... Szebeni Esztert biztos többször ismeritek, mert a magyarság élő lelkiismerete, óriási szellemi kapacitása, rengeteg levelet küldözget, megnagyjátok az e-mail címeteket. Ez megint egy ítélet volt, látjátok? Hogy visszatérve a tejbegrízre, soha nem tudod már, hogy utáltad a tejbegrízt, már rég elfejtetted az óvodát, az iskolát, és akkor egyszer csak az orrod elé tolják a tejbegrízt, és nem tudod, hogy mi az az undor, amit érzel, mert hogy igazából fehér is még, kakaóillata is van, de valahonnan a tudatalattidból fog előjön egy kép, ami arra a dologra azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérem. És akkor egy kicsit mélyebb rásunk ebbe a dologban, akkor rá fogunk jönni, hogy a dolgok, amik a világban velünk kapcsolatosak, azok önmagukban úgy vannak, ahogy vannak, de fogadjuk el, hogy ezek semlegesek. Tehát nekem semleges a fehér, a kék, a piros, a sárga, és mindig a saját magam által rámondott ítélet az, ami meghatározza, hogy ez bennem, először a tudatos énemben, vagy később mélyen a tudattalattimba, milyen módon íródik be, milyen előjellel. És amikor elég sokat foglalkozom azzal, hogy nekem nem áll jól a piros, én most mindjárt beteg leszek, mert hogy azt mondták nekem, egyszerűen már nem tudjuk lekövetni azokat a sémákat, amikre úgy gondolunk, hogy már nem is tudunk kapcsolódni hozzá, mert maga az az emlékkép, ami ezt kialakította, már réges-régen nincs ott. Nem is tudjuk, hogy mi volt, miért volt, hogy volt, kivel volt, tejbegríz volt, akármi volt, de én akkor is utálom a tejbegrízt. Tehát amíg nem vagy arra képes, hogy minden mondatodban, amikor gondolsz valamire, vagy valamit kimondasz, hogy azokat a szavakat, érzéseket, mert ugye a gondolat utána mindenről valamilyen érzést fog plántálni. Az előbb András előadásában jól lehetett látni, hogy velünk a tudatalatti az nem szavakban kommunikál, hanem általában színekben, érzésekben. És ezért van az, hogy a tudatalattinak a kapcsolódó társszerve az maga a szív.
Mert a szív sem betűkkel, ízékkel beszél hozzá szavakkal, mint az agyad, hanem az érzések nyelvén kommunikál, szimbolikus úton adja közre azokat, amiket szeretnénk. Ugye visszatérve egy kicsit erre a kulturális eltérőségre, hogy itt jókat nevetünk a muszlimon is, aki egyébként inkább éhen hal, mint hogy egyen egy disznóhúst, vagy megnézzük a keresztény erkölcseket, erkölcsek, ez nagyon tetszik nekem. Magyarázzuk el egy muszlim nőnek a monogámiát. Ugye milyen érdekes? Mert egy olyan kultúrkörbe nő föl, ahol az ítéletrendszer az van benne, hogyha Yusufnak, vagy teljesen mindegy, hogy hívják, lehetett egy felesége, van elég pénze, lehet még egy. Ha van még egy kis pénz, akkor lehet akár három vagy négy neje. De ha úgy gondolja, akkor elveheti azt a lányt, aki nem az ő édes testvére, hanem féltestvére, vagy úgy születkezett, hogy törvénytelen úton. És ez az ő ítéletrendszerükbe tökéletesen elfogadott tény, ami a mi számunkra anachronizmus és felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Már is ott tartunk, hogy igazából minden ilyen szempontból minden relatív, és minden döntésünket ugyanazzal az erővel képes vagyok igazolni, de ha jól megforgatom a dolgokat, ugyanazt képes vagyok megcáfolni. Ezt nem itt találtuk ki, már Pláton is erről beszél, hogy adjatok nekem bármilyen tézist, abból én csinálok antitézist. Tehát a gondolat a zseniális olyan szempontból, hogy bármit képes megtenni, érted vagy ellened. Csak a nagy probléma az, amikor már ezek mélyen a tudatalattidba kerülnek, és ez a mókuskerék, amit most ide tettem nektek, ez egy nagyon érdekes dolog már önmagában is, hogy nézitek ezt a képet. Hány olyan visszatérő gondolatotok van, ami percenként, óránként, minden nap, legalább egyszer, lefekvés előtt, étkezés előtt visszatér? Ha most nem kell föltenni kezet semmit, csak gondoljátok még, hogy hány ilyen mókuskerekünk van. Ezt úgy képzeld el, hogy ezek a sztorik nincsenek befejezve az életedbe. Amikor még valamivel foglalkozol, akkor egyszerűen nem tudsz kiszállni abból a gondolatkörből, hagyod, hogy ez nyitva legyen a fejedbe, és hagyod, hogy ezzel folyamatosan hatással legyen rád. Teljesen mindegy, hogy mi ez. Ezek lehetnek vágyaid, ezek lehetnek olyan sérelmeid, amit te hoztál, de már azt se tudod, hogy ez nem is a te sérelmed volt, hanem valamelyik ősöd által megkaptad ezt a sérelmet, és neked ezt vinned kell magaddal, mindaddig, amíg rá nem jössz, hogy köszönöm szépen, nem az enyém, és onnantól, hogy megéljük ezt a pillanatot, hogy rájövünk, hogy mi a gondolat, mi az ítéletrendszer, hogy került ez az életünkbe, abban a pillanatban képesek vagyunk elengedni. Igen ám, csak hogy mondtuk, hogy a tudat alatti már nem feltétlenül szavakkal és gondolatokkal tárgyal veled, hanem érzésekkel. Jó, ezek az érzések itt fájnak, ott fájnak, ha nagyon sokat hagyjuk ezt a mókuskereket pörögni a fejünkbe, akkor ebből lesznek a betegségek. Mert minden pszichoszomatika az megtalálja a testnek azt a részét, azt a szekvenciáját, ahova az a fajta rezgéskép illik, ami az ő gondolatiságához tartozik. Egy példát mondok el, ez is kedves barátom, tanárom, dr. Pásztorfi János könyvében van, egyébként már internetről letölthető, az a címe, hogy az életed egy kivételes lehetőség, a sorsod egy magadra kimondott ítélet. Tehát ezt, ha tudjátok, írjátok fel és olvassátok ezt a könyvet. Ő magyaráz egy bostoni kísérletben, aki jár ide, már többször elmondtam, de most érdemes meghallgatni, hogy az embereknek minden érzelmükhöz kapcsolódóan más-más kémiai anyagokat termel a szervezete. Ez a pszichoszomatika, manifestálja az érzéseket. Először is lefagyasztották az érzéseket üveglapra, a szeretlek az rózsaszín, a barátság, a támogatás zöld színű, a harag barna, az irigység szürke. És akkor képzeljétek el, hogy ezeket a kis üveglapocskákra fagyasztott kémiai anyagokat, ami ugye most egyre csak színbe látjuk, lekaparták, odaadták állatoknak, és mi történt? Megdöglöttek. Tehát az a harag, az a gyűlölet, amit te megengedsz, hogy a fejedbe folyamatosan pörögjön, ez létrehozza állandósulva azokat a kémiai anyagokat, ami a te szervezetedet mérgezi. És innentől fogva az agresszió elfogadható dolog, ha egy nem másik ember felé irányul, hanem fogod, kitopörzékolod magad, amit az előbb tettünk. Oda mész egy bogzsákhoz, vagy kifutod magad, vagy bármi. De megengeded ennek, hogy magát elzárd a tetejét, mondtam, hogy amíg a mókuskerék megvan, addig folyamatosan pörög. Ha egyszer mentálisan is le tudod ezt zárni, kikapcsolod, akkor egyszerűen annak vége van.
És ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy órákról órákra már nem jön elő. Másnap már nem jön elő. Meglátod azt a dolgot, már nem jön elő. És igazából, ahol az érzésekkel tudunk nagyon jól dolgozni, hideg, meleg, Pásztorfi János erre is óriási dolgokat leír, az nem más, mint a belső test szkennelés. Mert amikor tudod, hogy látsz valakit, és összerászkódik a gyomrod, összeszorul a gyomrod, akkor most már tudod, hogy ez egy gondolattal kapcsolatos megfigyelésed. Na most ugyanezt, hogyha el tudsz csendesedni, meg tudod magad győzni arról, hogy békében vagy, nyugalomban vagy, és hagyod, hogy ezek az érzések feljöjjenek, pusztán a megfigyeléssel tudod őket semlegesíteni. Ez az alapmódszer, ezt a Buddha dolgozta ki. Vagy az agykontrollos módszerrel fölgyorsítod ezt, hogy milyen színű, milyen állagú, milyen súlyú, stb. Stb. És ezzel a módszerrel akár 2-3 alkalommal tökéletesen eliminálni tudod azokat a pszichoszomatikumokat, ami a testedben létrejött. Igen ám, de ha az okos fejed bármit újból előhoz, és elkezdi pörgetni ezeket a dolgokat, akkor nincs menekvés, akkor újból ugyanazt előhozod. Tehát itt jön az éber tudatosság, hogy igenis, mindenkinek vannak ítélete. Itt az előadásom elején hány hülyeséget elmondtam, fölvállalom, én mondtam. De nézd, és ha abban a pillanatban tudod, hogy te ezt a dolgot, ezt te ítéletképpen mondtad el, de ezt tudod, hogy ez nincs rád hatással, meg reméljük arra, akit mondtál, abban a pillanatban ez az ítélet nem rögződik, és nem jön föl még egyszer. Az a képünknek a címe, hogy mi lenne velünk a félelmeink nélkül. Minden a fejben dől el, és ezt szó szerint kell érteni. Az első lépés, hogy fejben megváltoztatjuk a dolgokat, kimondva visszavesszük agyunk programozását, és akkor kiiktatjuk azt a tömeghipnózist, a manipulációt, és az önpusztító hitrendszereket. Gondoljátok bele, hogy hány ilyen rendszer van, ami az ítéletei által folyamatosan hatással van ránk. Kikapcsolják, bekapcsolják a tévét, nézzétek meg, hogy hány ilyen utáljuk Sorost, gyűlöljük Sorost. Nekem ez a legszimpatikusabb ember lassan, tehát ha ennyi rosszat mondanak róla, akkor beívódik belém, mint birodalmi édesapa. És na mindegy, ez hülye vicc volt, elnézést kérek érte. Tehát egyszer, csak egyszer kéne felébrednie minden ébren alvónak, hogy ráébredjen az egyetlen hamisítatlan igazságra, és nincs tovább szenvedés. A félelmeink nem léteznek. A félelmeinket mi kreáljuk önmagunkban. És minél többször gondolunk rá, annál több idegpályát alakítunk ki ugyanarra a félelem dózisra, gócra, és egyszerűen létrehozzuk azokat a kémiai anyagokat, amiről az előbb beszéltünk, és ezek egyre mélyebben és egyre mélyebben fertőzik meg azt a szervet, szervrendszert, és annak a gondolatnak megfelelő problémáink alakulnak ki. És csodák csodájára, amikor az elmén keresztül, a tudattalanon keresztül képes vagy oldani ezeket a gondokat, gócokat, a testi szinten is megszűnnek ezek a fájdalmak. Tehát ha ennél több dolog kell, akkor igazából nem tudom, de mindjárt mondok egy nagyon jó kis példát. Ugye, amikor ilyen konzultációkat végzünk, senki nem gyógyít, mindenki saját magát gyógyítja, nagyon gyakran fölmerülnek az alábbi kérdések. Mi lenne velünk a betegségeink nélkül? Mi lenne velünk az ítélkezéseink nélkül? Ki alakítja a valóságunkat? Ki hozza el a háborút vagy a békét? Ki valósítja meg a jelenések könyvében leírt proféciákat? Ki a jóslatok végrehajtója? Ki tartja életben a hiedelmeidet? Kiben él az angyal és a sátán? És megjön a válasz, hogy minden én vagyok. Én vagyok a sátán és az angyal is. Egy érdekes kísérletet fogok nektek elmondani, és ugye még az előzőnek az volt a konklúziója, hogy a csoportos hitrendszereink tartják úgy a világ működését, ahogy tartják. Tehát, hogyha csoportosan mi elítéljük a krétaevőket, akkor egy idő múlva kréta gyűlölő társadalmak fognak létrejönni a világban. Azért mondtam a krétaevőt, mert talán ilyen nincsen. De gondoljátok meg, hogy hányféle dologért tudjuk utálni a románokat, a horvátokat, vannak sérelmeink, amik borzasztóan fájnak. De amíg az ítéletrendszereinktől nem tudunk megszabadulni, nem is tudunk soha felemelkedni gondolatilag, hogy egy más nézőpontból azt a problémát meg tudjuk oldani, addig gyártjuk magunknak ezeket a gyönyörű, édes, pszichoszomatikus betegségeket. Hogy ez mennyire így van, hogy az elménk hoz létre minden, egy egyszerű kísérletet mesélek el.
Kocsmárostól hallottam. Nagyon sűrű jár a kocsmába, szinte soha. De az érdekes, hogy a fantom részegségről hallottatok-e már? Na, akkor itt csak igazi részegek vannak. Jó. Különben ez is csak ugye ítélet volt, de közben csak azt figyelem, hogy alszol-e, tehát vagy ébren vagy. Ugye elkezdték, Japánban volt, a japánok egyébként ugyanúgy jellemző ez, hogy egy csapatban vannak, akkor a tömeges reakciójuk alapján megveregetik egymás várát, és már is beszállnak a kamikázé repülőgépekbe. Tehát ez a közös csoporttudatosság, közös hitrendszer legalább olyan erős benne, mint a magyarokban, ezt is hozzáteszem. És elkezdték a fele csapatot alkoholos sörrel itatni, és a másik felét meg alkoholmentes sörrel. És az ötödik sör után az egész csapat együtt röhögött és düllöngélt, és közben akik végezték a kísérletet, tudták, hogy a fele nem is kapott alkoholt. És akkor közölték velük, hogy figyelj, nem tudom most japán neveket, bocsássatok meg érte, Józsi, Géza, Pista, te nem is kaptál alkoholt, nem? És abban a pillanatban megtörténik a kiózanodás, az elme átugrik arra a programra, amit most éppen alakította, és azonnal józanul kezd viselkedni. Különben végighányja a lépcsőt, részegen megy haza, de borzasztó, de akivel megcsinálták, ugyanezeket a szimptomákat tudták nála produkálni. Miről van szó? Megint az elméd irányít minden. Jártam Fülöp-szigeteken, a benyukálós orvosoknál. Oda megy az ember, szakálla volt, kender. És azt mondja, hogy ekkora nagy rák van itt nekem. Jó, mondja a Gyullabó, hogy feküdj le ide, barátom. Oda meg... Ugye a hangokat. Hamarosan egyébként csináltam erről egy filmet, megtaláltuk, le fogjuk adni VNTV-n. Fantasztikus a film. Lényeg az, hogy a hólyag, a vérhólyag ott van a kezében, a spicceli szét, de nem akarok senkiben hitet rombolni. És utána kiveszi, oda csapja a vödör aljába, utána fölállítják, és mondják az emberek, Úristen, téged meggyógyította. Hát láttuk, hogy kiszedte belőled a rákot. Mi megy utána a mókuskerékbe? Engem meggyógyítottak, kiszedték belőlem a rákot. Na most, hogyha nagyon gyorsan elmegy ez az ember kontrollra, akkor még ott van a daganat, és újból mókuskerék visszaáll, és megöli önmagát. Ha 3-4 hónapig ezt tudja tartani, ezt a tudatállapotot, hogy engem meggyógyította, nem termeli újra azt a mérget, amivel kicsinálta magát, már is egyszerűen él az élete. Még egy példát elmostok, ez új medicina. Társkapcsolati konfliktusból vannak mindenféle HPV vírus és ilyen hüvelyszáj problémák, és azokat, akiknek nem küldték ki a leleteit, de megoldódott a konfliktusuk az életükbe, automatikusan elmúlt a betegségük 75%-ban. Akinek viszont kiküldték és megmondták, hogy neked igenis ilyen és ilyen problémád van, a probléma megölte őket. Tehát, hogy ezért borzasztó, amikor azt mondja a dr. Kovács, hogy ne vegyen már tartós tejet, mert maga rákos. Amikor ma már tudjuk, hogy a rák gyógyítható, de akinek odaadják a halálos ítéletet, és egy olyan ember mondja, akire én felnézek, az egyszerűen képes engem megölni azzal az ítéletével. Tehát ezeket azért erősítem benneteket nagyon, hogy jöjjetek rá, hogy minden tőlünk való, minden ítéletrendszerünk, minden véleményünk, ami abban az irányba visz, hogy boldogok vagyunk, vagy boldogtalanok. Mert hogy a boldogság az döntés kérdése. És most nézzük meg azt a boldogságot, amit egyébként nagyon sokan azért megélnek ebbe a világban. Ugye ezt én magam fényképeztem egy cipőboltba, vettem is egy cipőt mindjárt, de ettől meddig leszel boldog egy új cipőtől? Amíg le nem vered az órát, vagy meg nem látod, hogy a Marinak még szebb csizmája van. Tehát gyakorlatilag külső személyazonosságokat folyamatosan meg tudunk szerezni. A világ legokosabb férfia lesz a férjem, a világ legszebb nője lesz, legszebb szexi nője lesz a feleségem. Ez mind azért kell, mert én még önmagamban nem vagyok egységes egész. És kell egy külső személyazonosság, hogy én a boldogságokat meg tudjam élni. És miért van ez? Mert a félelmeim táplálják magát, a boldogság tudatomat. És amíg én elhiszem magamról, hogy én nem lehetek boldog annélkül, hogy legyen egy gyönyörű cipőm, vagy egy Maseratim, vagy egy Mercedesem, addig igenis ez befolyásolni fogja azt, hogy én mit érzek és mit teszek. Ugye itt azért volt egy kis momentum még, visszatenném, egy-két gondolatom volt, hogy a szabadságot eladtuk a jólétére. Az emberek odaadották alapvető jogaikat, csak az életszínvonaluk érdekli. A világ kinőtte az olyan eszményeket, mint a szabadság iránti vágy.
Ezeket találtam internetes rádió, mit tudom én hol, de tehát, hogy nehogy azt higgyétek, hogy minden az én gondolatom, ez egyébként nem. Évezredes hűítés egyébként, ez már sajátom, mert elég hülyeség, hogy az emberek a szabadság miatt mentek el kaszával, kapával. Azért mentek el az emberek, mert olyan borzasztó volt a sorsuk, ami már elviselhetetlen volt a számukra, és minden jobb volt, a halál jobb volt, mint az a sorsuk, amit éltek. Ezek a drága tömegmanipulátorok, akik tökéletesen tudják, hogy hogy kell a médián, a kaján keresztül, bármin keresztül manipulálni bennünket, ők elmennek a legvégső pontig. Hát ők tipikus, zseniális rabszolgatartók. És amíg mi elfogadjuk ezeket, hogy bűn, majd a túlvilágon neked nagyon jó lesz, és aki most megszivat, az majd ott, annak minden baja lesz, de neked itt most nagyon szar, de nem baj, szenvedjél, majd ott mindent visszakapsz. Na most, hogyha ilyen eszmei alapokon növekedsz föl, a szenvedésre szocializálódik valaki, a megadásra, az elfogadásra, nem arra, hogy a saját szuverén életemet éljem, addig ezzel a tömeggel bármit, bárhol meg lehet tenni. És akkor mindig ilyen flash-ek ugranak be a fejembe, hogy még kér a nép. Igen, majd ha már azt a pontot is túllépik, amire egyébként zseniálisan figyelnek, mert mindig a hírekkel figyelik, hogy mi az, amit még letolhatnak a torkodon. 62 év, 65, 65 év, majd bevezetjük a nyugdíjkorhatárt, aztán utána ingyenes temetés lesz, aki az üzembe hal meg. Tehát őket nem foglalkoznak azzal, zseniálisan jól érik az életüket, hogy milyen tudatszinten ezt most ne tárgyaljuk ki, de amíg te ezt megeszed médiába, kajába, amíg veszed, addig eszed. Menjünk kicsit tovább. Miért is veszélyes a felébredés ezeknek a rendszereknek, amiben mi is élünk? Egyébként bárhol elmész a világon, ugyan ilyen demokráciában burkolt diktatúra van, csak másabbak az eszközök. Mindenütt van egy hülye diktatúrikus rendszer, de az még jobb, hogyha egy komplett parlament ez, mint hogyha egyszemélyi diktatúrák irányítják az országot, mert abból nagyobb kilengések vannak. A felébredés azért veszélyes a rendszer fenntartói számára, mert a háló tömeges szétszakításával előléphetnek az alapvető értékrendek, amelyeket tudatosan degradáltak, építettek le az elmúlt évszázadokban. Miről beszélek? Az embernek az alapprogramozásában ott van egy természetrendjéhez igazodó alapszabálykészlet, ahol nem ölsz másokat, nem teszel olyat mással, amit nem szeretnéd, hogyha veled tegyenek. Van egy önálló lelkiismeret. Hanvas Béla ezt hívja alapállásnak. Most már egyre többet látom különféle írásokban, hogy ezt előszedik az alapállást. Az embernek van egy belső korrigáló rendszere, amihez nem kellenek törvények. A törvények mindig arra kellettek, hogy az embereket valamilyen módon igába hajtsák. Vagy önmagukat igazolják azért a sok szemétségért, amit velünk megtesznek. Tehát, ha visszatudunk térni az ősi értékeinkhez, itt nem kell félni anarhiától, meg tömegpusztítástól, hanem azt kell tudni, tudomásul venni, hogy a természet rendje az tökéletesen megcsinálja maga szabályait, tökéletesen megcsinálja az egyetkiválasztást, tökéletesen tudja irányítani a dolgokat. Ezzel szemben most a legnagyobb gond, amit csinálnak, rengeteg ember ébred, ugye? Ti is azért vagytok itt, mert valami módon ébredeztek. Van, aki már nagyon felébredt, valaki jött még a fényre, és ez is nagyon jó. De abban a pillanatban, hogyha a fényen fölébredsz, már egyszerűen nem leszel hajlandó megcsinálni azokat a dolgokat, amit elvárnak tőled. És mi van akkor, összehullik a rendszer? Ha te kineveted a bíróságot, kineveted a sárga csekket, mert egyszerűen te tartod fönn a rendszert, ez a lényeg a dolognak. És most jött a következő óriási fegyverük, a káosz fegyvere. A világban káosz kell csinálni ahhoz, hogy te a káoszba fölad megint az egyéni szabad akaratodat, az egyéni tisztánlátásodat, jaj, nekem mindent megér a béke, csak a káosz szüntessétek meg. És akkor megengedett, hogy bevezessék a kijárási tilalmat, megengedett a diktatúrát, nem baj, ha már nincsen demokratikus választás, ami egyik így is egy nagy hülyeség. És pontosan ebből lehet látni, hogy a rendszerben óriási változás van. Na most, aki egy kicsit foglalkozott biológiával, meg foglalkozott ezzel a világgal, tudja jól, hogy mindig a káoszból alakult ki a rend. Káosz nélkül nem alakulhat ki a rend, amikor két sejt így szétszakad, abban a pillanatban először a hidát burokban káosznak kell kialakulnia, és utána alakul ki újra két egyed a rendbe.
csak a rend, a rendezett szerkezetek azok, amit folyamatosan információt, gondolatokat, érzéseket tudnak befogadni. A káoszban lévő emberrel bármit meg lehet csinálni. Nézzétek meg a háborúkat, hogy az emberek olyan dolgokat tettek meg, amire egyébként soha nem lettek volna képesek, hogyha az alapállásuk és a rendhez való viszonyuk megmarad. Az igazság, hogy ami most jön, az egy kicsit sci-fi, de igazából nem gondolnám, hogy az. Ki hallott már a hazugságölő vírusról? Mit tevetsz? Na most ugye arra kényszerítenek, azt csinálják az életben, hogy 500 millió ember maradjon, és akkor már ők, mivel most minden vagyon ott van a korporéteknél, a pénzünk, a vagyonunk, az őseink, és a többi, sokak vagyunk nekik. Igen ám, csak megszere, kitaláltuk az ellenszert. Képzeljétek el, és ezt úgy hívják, hogy hazugságölő vírus. És abban a pillanatban, hogy valaki elkezd hazudni, elhazudja a történelmedet, elhazudja a tudományt, elhazudja a vallást, aki hazudik az életbe, belenéz a szemedbe, és azt mondja, hogy neked jó, neked már nagyon jó, hát nézd neked mennyire jó, és hazudik, az abban a pillanatban a vírus megfertőzi és elpusztul. Úristen, hát pár száz millióval kevesebben lennénk itt a Földön, de milyen dolgok, milyen életünk lenne a saját hazugságaink nélkül? Na most akkor itt valljuk be, hogy azért mindnyájunknak itt vannak kisebb-nagyobb hazugságai, igaz? Miért is vannak hazugságaink? Hazugságaink azért vannak, mert a félelmeinket sosem merjük kimondani. Ha én kimondanám, hogy mit tudom én, a csikos hátú gőte bogár az én szexuális irritációm, akkor azt mondanák, hogy ez a manus beteg, és igaz lenne. És inkább elhazudom, hogy én csak a csikos zebrát szeretem, mert hogy nézek ki én a társadalom szemébe? Na most a félelmeink folyamatosan megteremtik a hazugságainkat. És a hazugságainkkal folyamatosan elfogadjuk, hogy a félelmeinket nem hozzuk a napvilágra, és amíg félünk, amíg félelmeink vannak, egyszerűen nem tudunk szabadulni, nem tudunk megvilágosodni, nem tudunk emelkedni. És ugye van ez a gondolat, amit most sokszor kifordítottak, vagyok, aki vagyok. Én nem azt mondom, menjél, öljél embereket, de fogadd föl, fogadd el, aki vagy. Hogy utána mit csinálsz azzal az érzéssel, hogy megváltoztatod, elfogadod, vagy változtatsz, ez már a te kérdésed. De azért tűrjük el a másik hazugságát, mert nehogy fényderüljön a mi kis hazugságainkra. Most nem kell semmit mondanod, ezen gondolkozzál el, amit mondtam. És akkor innentől jön a lényege az egésznek, hogy ez a hazugságölő vírus, ez mégiscsak hogy működik. Ez úgy működik, hogy ezt a vírust először saját magadnak adod be. És akkor rájössz, hogy eljön egy olyan nap, amikor rengeteg energiád marad, mert egyszerűen nem vagy hajlandó többet az hazudni, amit te magadtól, vagy a külvilág elvár tőled. Vagyok, aki vagyok. Óriási energiák szabadulnak föl, mert te egyszerűen már önmagad önvalója vagy. És egyszerűen ez az energia, ez kiteljesedik, és amikor találkozol egy olyan emberrel, aki tiszta szemmel a szemedbe néz, nem néz ki se jobbra, se balra, se föl, se le, aki NLP-t tanult, az tudja, miről beszélek, akkor biztos vagy benne, hogy egy olyan tiszta energiai emberrel beszélsz, aki már nem hazudik. Na most, ha ezek az emberek nagy tömegével kitöltik a teret, amit úgy hívunk, hogy élettér, akkor egyszerűen észreveszünk a hazudozókat, akik egy idő múlva olyan borzasztóan rosszul érzik magukat, hogy önmaguk pusztító virágába pusztulnak el. És ez látszólag, ugye azt mondtam, hogy sci-fit fogok mesélni, ez nem így van. Ha mi meg tudjuk teremteni azt a világot, amiben legalább mi nem hazudunk önmagunknak és a másiknak, egy idő múlva, ugye ez a másképp gondolkodásnak a lényege volt, csak most érzés szintre tettük az egészet. Mert a hazugság megöl bennünket, és nem enged megszabadulni a félelmeinktől. És hiába megyünk akármilyen orvoshoz, akármilyen terápiára, a hazugságaink ölnek meg bennünket, mert ők tartják életbe a félelmeinket. És az előbb tárgyaltuk, hogy igazából nincs félelem, mert mindent mi csinálunk, mit teszünk be a rendszerbe, de azért mégis van. Én is félek, ha ezt a terembéletet ki kell fizetnem holnap. Jó van, de sokan fizettetek be egyet, így azért nem, nincs ilyen nagy baj, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk egyébként, tiszta szívből mondom. Na, és akkor most eljönnék az utolsó kérdéshez, hogy akkor kitől várhatod a boldogságot? Ugye már elmondtam az előbb, de még egyszer mondom. Ha már nem hazudsz magadnak, szeretteidnek,
akkor azonnal észrevészed a másik száján a hazugságot. Nem gúnyolod, csak mosolyogva közled vele, hogy már nem fogyasztasz tovább a mérgéből, amit végbeszélybe sorolta a világot. Tanulható a boldogság? Kérdezem én. A boldogság nem tanulható, mert hogy egyszerűen nincsen rá mintád. Kitől vetted volna mintát? A szüleidtől, az őseidtől? Akik ugyanúgy ebben a rabszolgasorsban, a békétlenségben, a békjóban éltek, a folyamatos hazugságokban, amit a vallás, a politika, a bankok, az egymás közötti hazug kapcsolatrendszerek tartottak föl, ők se voltak boldogok. Neked nincs igazából boldogság mintád. Egyszer-egyszer, amikor megszabadulsz ettől a sok hitrendszertől, ami így húzza lefele a lelkedet, az energiáidat, képes vagy megszabadulni hazugságaitól, és egyszer csak elérkezel abba az isteni forrás állapotba, ami tulajdonképpen mindnyájunknak az alapvető állapota, és ott van a boldogság mintád. Ezt nem az eszeddel csináltad, hanem érzés szinten a szíved hangján. Ugye beszéltük a legelején, hogy a szívvel nem lehet szavakkal beszélni, hanem a szavak által kifejtett érzelmek azok, amik utána létrehozzák a szívedben azokat az érzéseket, amitől te boldog vagy. És a boldogság, ez egy saját önmagunk által létrehozható dolog. És nem kell hozzá cipő, másik nő, másik pasi, gazdagság. Én olyan boldog emberekkel találkoztam Koldus szegényen, akik nem féltették, hogy elveszik tőlük a házukat, erősítőjüket, autójukat, hanem egyszerűen csak boldogok voltak, nyitott szívvel érték az életüket. És abban a pillanatban, hogy minél több kötöttséged van emberi kapcsolatokban, anyagi vagyakban, most megjön a duma, persze mindjárt jön, hogy akkor fizessük be az összes pénzünket a VNTV kasszájába. Igen, ezt tegyétek! Ez csak megint ez szkennelés volt, hogy hányan alszotok, de ez páron azért úgy tettek. És igazából a szövegrésznek itt vége van, mert megtiltotta a lányom, hogy ezeket PPS-eket csináljak, mert akkor mindig azokat követtem, és nem a gondolatokat, amit a szívem diktál. És itt az előadás végén, itt egy kis meditáló kis kölyök van egyébként, és én hittel vallom, hogy mi X évesek, Y évesek már nagyon nehezen dolgozunk önmagunkon, ugye? A tudatalattinkban annyi beidegződött méreg, lenyomat, ítélet van, amit nagyon nehéz onnan megszabadítani, meg lehet. Tanulság arra, majd jön Dino barátom mindjárt, és megmutatja, hogy 10 év meditáció útján mennyire képes volt kitisztítani ezektől a hitrendszerektől önmagát. Amikor egy ilyen belső szkennelést csinálsz, amit egyébként múltkor talán együtt csináltunk, akkor észreveszed ezt, hogy még a testedben ezek a gócok jelentkeznek-e, amiket egyébként az előbb beszéltük meg, hogy a pszichoszomatikus úton hogy bombázott szét a májadat, a vesédet, stb. Stb. Ha már ez a flow érzésed van, ami csak áramlik benne, akkor jó esetben vagy, hogy nyugalomban, békében és biztonságban vagy. És akkor érezed a forrásállapotot, ami nem egy bambaság, nem egy kiürült tudatállapot, hanem maga az az isteni ős állapot, amit tulajdonképpen mi megkaptunk. És ez alatt a 100 000 év alatt, mert nem régebbi az emberiség civilizációra mostani története, ezt a saját kis, nem mondom, nem ítélkezem, a saját dolgainkkal rontottunk el, és most már annyira túl raktuk ezt a szekeret, azt mondják, nincs olyan szekér, amire már nem lehet rakni, és vegyük már észre, hogy ez a hardware, ami az emberi testet jelenti, ez már nem terhel több tovább. Ezért van ennyi szellemi probléma, ezért van ennyi depresszió, ezért van ennyi összeroppanás, mert egyszerűen maga az agyunk kapacitása, hány ilyen mókuskerék forog egy emberben. Én még nem bírtam megszámolni a sajátjaimat se, de azt mondom, hogy 10 000, akkor nagyon keveset mondtam. És ezeket mind le tudod állítani, és ez szisztematikus munkával van. Minden kimondott szónál azt már el tudod érni, hogy ne legyél rossz indulatú, az már megy elsőre. Hogy mindent próbáljál meg, a boldogság döntés kérdése, akkor most jön a vársz, persze, ott van meghalt valaki, hogy lennél közben boldog? Vagy ott van kilakoltattak, hogy lennél közben boldog? Igen ám, de onnantól, ha megtisztulsz, egy kicsit feljebb tudod emelni ezt a látószöget, és látod belőle, hogy ne tudnék boldog lenni. Megkaptam azt a csodálatos lehetőséget, hogy itt vagyok a Földön, élhetek, eljöhettem ide, elmehetek oda a barátaimmal, látom a napsütést, érzem a víz ölelő sugarát, hogy belenyúlok a csapvízbe, vagy akár a Dunába is. Tehát rengeteg olyan aspektus van, ami fölül írja azt a rengeteg mókuskereket, amit folyamatosan tekerünk a fejünkbe. És egyszer le kell egyszerűsíteni ezt az óriási információ mennyiséget, mert ez az agykapacitás
nem terhelhető tovább. Ez az érzelmi terhelés, ami azáltal megy, hogy gondolatok folyamatosan termelik a mérgeket a testünkben, nem terhető tovább. Most lehet látni, hogy ezekben a hónapokban, években rengeteg barátunk pikpakpuk föláll és elmegy, meghalnak. Olyan betegségek jönnek elő, hát honnan, semmi baja nem volt, a fenét nem volt. Ott volt végig, hordta azokat a terheket, amikről egyszerűen mi nem is vettünk tudomást, de ő minden nap megélte, minden nap energiát adott neki, és egyszerűen nem tudott kimászni abból a slamasztikából, amit önmagának teremtett. És ezeket a pillanatnyi megfigyelésekkel szépen elkezditek tisztítani magatokat, és most nem mondtam, hogy menjetek el bárhova is, mert mindenki a mesterekben saját magát keresi. Azért megyek a mesterhez, hogy hát ez olyan, mint én vagyok, hát minek járnak én ide. És ez így is van. A mesterben megtalálod önmagad. Szuresh mondta, aki most már hogy hívják? Maharishi mondta, hogy a mester semmi más, mint egy bot. A botot odaveszed a kezedbe, megtalálod el az utat, és amikor már az úton vagy, akkor nyugodtan leteheted a botot. Tehát lehet neked mestered, de te vagy az önmagad mestere, mert senki más nem tud téged boldoggá tenni, csak te önmagadat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm szépen. Thank you.